Kozmai János vagyok, munkáimban egyszerre ábrázolom a láthatót és a láthatatlant. A kollektív emlékezet kódolt tartalmai hordozzák a szentendrei művészet tradícióját, mely festészetem és egyben művészetem meghatározója. Én nagyon tisztelem a hagyományokat, nagyon tisztelem a elődöket, és bennük megvan az az inspiratív erő és minden inspiráció, amelyik fontos számomra a munkáimmal kapcsolatban, hogy én fejlődjek. Jó 50 éve vagyok a pályán, és én úgy érzem, amikor először kiléptem a fényre, akkor már szerintem bele volt kódolva az a dolog, ami ma is látható a művészetembe. Rögtön persze be is határolták, hogy ez a szentendrei konstruktivista hagyományokra épülő valami, amiben van igazság, de így egyértelműen én sem merem ezt így kimondani, mert amit én csinálok, az kötődik Szentendrehez, nagyon is kötődik, biztos. Számomra nagy emberek, mint egy Kornis, Barcsai, Vajda, Dehény Pál, azért volt miből meríteniük, illetve azok a tradíciók és azok az előzmények, amelyek a magyar művészetben már megjelentek. Nem csak, hogy tisztelem az ő munkásságokat, hanem úgy érzem, hogy egy nagyon kicsikét sikerült nem ahhoz tenni valamit, hanem valahogy megtalálni a saját hangomat. Úgy érzem, hogy megtaláltam, vagy közelítek hozzá. Talán le tudtam tenni azt a valamit, ami nyugodtan mondhatják, hogy ez igen, ez Aknai János, ez másik, ez meg a harmadik. Tehát, hogy megadtam azt az arcot, és ami belülről jövő és őszinte dolog részemről. Ez az 56-os rajz, akkor volt a második általános iskolás, ennek van egy ilyen nagyobb változata ott kint a műteremben. Hát előttünk vonultak az orosz csapatok Debrecenben, akkor Debrecenben laktam, és hát elég élőben láttunk jó pár olyan dolgot, ami elég szörnyű volt az időben, és megmaradt az emlékezetemben, és én meg is rajzoltam ezeket akkor. Nagyon nagy traumák érték az országot, meg az embereket, és családokat, és minden szétszakadtak. Egyik temető itt van, másik ott. Szinte szétmentek a családok, ezek tények, és ez 19-20-tól ez gyakorlatilag borzalmas volt az országnak, és ez végig kísérte a háború után, az 56-os forradalom és minden. Február 3-án akkor BM klubba, Dunapalotába, tehát ott volt egy ilyen kis esemény, ahol közölték, hogy Aknai elvtárs maga kiváló karatamista és minden, és mi szeretnénk, hogy ifjú művészekről vagy a korosztályáról jelentsen. Nekünk fontos, a népköztársaságnak fontos, hogy gondolkodnak a fiatalok. Azt mondták, ők majd 2 év múlva biztosítják nekem a főiskolát és mindent. Ősén forognának a sírjukba, én ilyen tennék. Attól kezdve a főiskolámat nem vettek föl. 2-szer kaptam még katonai behívót az évbe, és 72-től folyamatosan figyeltek 89-ig. Szerintem Durai Miklós ugye nemrég halt meg, nekem akadémus társam is volt Szlovákiában, és neki volt a Kutyaszorító című könyve. Ilyen reszliket kaptam, nagyon sokat ugye meg sem is tettek itt Pest megyébe jelentéseket, és ami így megmaradt papírokat, azokat valahogy összeszedték. Nyomon követték, hogy én megkaptam valakitől ezt a kutyaszorítót, ezt ki kapta meg még, és hogy került vissza hozzám, és ez minden van írva minden, hogy de mindent tudtak, ez ilyen világ volt. Mindent tudtak. Erre mondták, hogy puha, hát nem volt az puha, nagy szar volt. Róla mondják, hogy a művészetem az ilyen lírai konstruktív, tehát igen, akkor kicsit ilyen szürrealista maga szerkezet és maga konstrukció, maga ez a
teljesen rideg, ilyen mértani formák jelennek meg esetleg a képemen. Nekem nagyon fontos, hogy ott legyen mögötte az ember, maga az alkotó, vagy valamilyen szellemiség azért átjöjjön. Olyan látvány legyen, amely a nézőt is arra készteti, hogy talán mélyebben figyelje és próbálja megfejteni azt a valamit, amit én ábrázolok. Az én látványom egy redukált látvány, tehát egy olyan látomásból van, aminek az alapja nagyon is valóságos. Fölfedezhetők benne azok a motivumok, amelyek tulajdonképpen utalhatnak bizonyos dolgokra, akár egy épületre, egy templomra. Egy kicsit ilyen szakrajtás felé is elviszi az embert. Tehát ezek belülről jövő ügyek részemről. Nagyon szigorúan szerkeztem és csinálom. Ezek egymás épülés, van, amikor visszanyúlok egész régi dolgaimhoz, mert az az enyém, és van mihez visszanyúlni. Ezek a motivumok ugye végig viszik az ember életén, végigmentek. És ezek a motivumok, ezek egymásra épültek, ugyanígy a rovás, amit nem én találtam ki, hanem ezek megfogtak, meg gimis koromban is például. De a rovás írásnak is a bizonyos jelei, azok úgy épültek ebbe a konstruktív világba, olyan szépen beleépültek, hogy volt, ahol angyalszárnyakká vált, volt, ahol egy épületoromzat fala volt. Ott az írás inkább nagyon szubjektív, nekem nagyon személyes valami, ami tulajdonképpen majdnem, hogy rám vagy ránk tartozik. Úgyhogy kiadtam magamból mindent, úgy érzem, de jó is esett, mert megoldottam azt a dolgot. Egyszer csak festek egy Krisztus képet, vagy festek egy angyal képet. Az így kijön az emberből. Szóval miért jön ki? Jó Isten tudja. És mégis az is igazodik ehhez. Családomban volt egy tragédia, itt fiam Csaba és a Zoli között volt a kislányom, a Salolt, a Sárika, 78-ban született, és ő leukémiában meghalt egyik pillanat, a másik egy 8 évesen, 86-ban. Nagyon sokszor megfestettem úgy, hogy végül elment egy ilyen teljesen absztrakt formává vált, egy nagy szárnyakká vált. Ez az én problémám, és ezek a formák egyszerűen követelték a plasztikát, hogy ez plasztikába kell megjelennie, és ez az életem első és utolsó szobra. Városvédő angyal címet viseli, tehát nekem ezek a címek, ezek nagyon fontosabb, őrangyal, városvédő angyal, festő angyal, tehát én hát ez mennyi a variálás a címeimnek, vagy az emlék, tehát ezeket én így gondolom. Na most ez a szobor, ez így megjelent, és ez tényleg sűrítménye, meg minden. Ez tulajdonképpen ebbe csúcsosodott ki az egész dolog. Természetesen most is megfestem az őrangyalokat, valahol talán ő jön elő, de hát ezek az én angyalaim, amennyiben valakinek ez az ő életedemunk, akkor az ő angyala lesz, őrangyala lesz minden. Ez egy teljesen egy ilyen dolog, hogy annak én nagyon örülök, hogyha ez így alakul.